Az első félidőben volt igazán valami, a két gól, és ezek közül elsősorban Farkasért dicsérhető. Ő ugye már a Pécs elleni mérkőzésen is, amikor bekerült a kezdőcsapatba, jó néhányszor helyzetbe került, most sikerült gólig eljutnia. Jó, jó, ahogy fogalmaztál, a helyzetbe kerülés. Farkas az egész mérkőzés folyamán mindig ott volt, ahol a játék, tehát mindig meg lehetett labdával találni, miközben láthattuk az igen jól eltalált lövését, tehát a gólon kívül is erőssége volt csapatának. Nagyon fontos, hogy az Eger német Norbert mellett egy másik gólerős játékost is találjon, miközben Hajdú Attila cöcög, bosszankodik, hát igen, mert már ugye Sionant itt hallhattuk itt utolsó nyilatkozóként, tehát ez nem, hogy lehetőség, ez helyzet se, ez tényleg őrítő lehet egy ilyen gólt kapni, miközben ugye mi beszéltünk a kapusról, hát a magasság megvolt, tehát ez nem azért ment be a keze fölött, mert nem érte el a labdát, hanem azért, mert mellé nyúl, de hát ez egy nagyon nehéz labda egyébként, amelyik így gyertyába esik lefelé. Azért ez is valami, vagy legalábbis nem akármi. Micsoda német valami. Norberttől. Igen. Egy szép mozdulat. Aztán rögtön a hajrá, 78. perc, Szűcs Lajos biztosít gyakorlatilag ezzel a védéssel, Vujovic fejese azért talán fölé ment volna. Igen, a Gyurocki szájáról azt lehetett leolvasni, hogy nem figyelünk, ez valóban Vujovic egyedül maradt, mivel nem ugrott fel, nem tudta ezt lefele irányítani ezt a fejest, és ezért ment a léc közelébe. Jó gondolat volt a másik oldalon is, néhány centi hibázott a megvalósításkor, már így picit rosszul veszi át a labdát, és így maga teremt újabb helyzetet magának. Ha bár késve érkezett az egri védő, mégis azt mondom, hogy kellett, hogy érkezzen, ezért nem tudta tökéletesen átemelni Marić a kifutó kapust. Egy másik emelés, ez már Marić elé, Marotitól, de jól blokkol a védő, ez is lehetőség volt. Marić ilyenekből azért rugott már. Igen, volt. És Marotinak az átadása szintén elég nagy ívű, ezt nagyon nehéz ilyen jól eltalálta Marić. A védő blokkolta a lövést, így nem kellett közbeavatkozni a kapusnak. Tudod, mire emlékeztet ez engem? A törökök ellen rugott első gólunkra. Azt nem védeni a törökök tökéletes kapusa, ezt meg Szűcs Lajos kivédte. Hát, mondjuk talán ez még erősebb is, mint az, de ebbe meg egy kicsit szögül, de ugyanúgy fut be, mint Szalai. De jogos, tehát ott elvitt.